Vagy, vagy, állítsd le, stop! Ennek nincs értelme. Nézzétek! 2015-ben Biff ellopja a sportalmanahot, és visszaviszi az időgéppel 1955-be, hogy átadja a fiatal Biffnek. De amint ezt megteszi, megváltozik a jövő, így a 2015, ahová visszatér, egy egészen másféle 2015, nem az, amiben Márti és a Doki vannak. Megint az van, mint a Vissza a jelenbe filmen. Nézd! Ha a jövőbeli Biff visszamegy 2015-be azután, hogy átadta az almanakot, visszatérhet oda, ahol Márti és Doki is vannak. Hiszen csak a 21. születésnapján fogadott először az 1955-ös Biff. No, há, hé, hó, a fogadott helyes? Hogy érted ezt? Úgy értem, hogy a fogadott a helyes igeidő akkor, ha valami olyan múlt jövőjében történt volna, amire a jövőből hatott valami? Fogadotta vala? Okos fiú! Oké, szóval Biff csak a 21. születésnapján fogadotta vala először, és úgy lett milliómos. Akkor változtatta meg a jövőt. Nem fogadotthatta volna vala! Mi? A filmben történtekkel ellentétben ez pofon egyszerű ügy. Mikor 1955-ben Biffhez kerül az almanak, a létrejött alternatív jövőben nem eshet meg, hogy Márti és Doki használják az időgépet, hogy 2015-be menjenek. Tehát az új idősíkon Márti és a Doki sosem vitte el az időgépet. Várj, a vitte helyes? Márti és Doki sosem vitten te vala el? Nem tudom, ezt te kezdted. De... Én elfogadom. Márti és Doki sosem vitten te vala el az időgépet 2015-be. Így hát a 2015-ös Biff szintén nem vitten te vala az almanakot 1955-be. Így hát az idősík, melyben az 55-ös Biff megkapja az almanakot, ugyanaz, melyben az 55-ös Biff nem kapja meg az almanakot. És nem csak, hogy nem kapja meg, nem kapta, nem kapotta, nem kapotta vala! Így van! És milyen név az, hogy Biff? Ilyen hangot ad, mikor kinyitsz egy üveg savanyúságot. Biff! Ó, hát azt imádom, főleg a hamburgerben. Srácok! Tudtátok, hogy a hamburger szó a német Hamburgvárosról kapta a nevét? Bizony! Tudtad, hogy Hamburg olyan a térképen, mint egy húspogács? Srácok, mi van már megint? Azért küldtük el a lányokat, hogy agyalni tudjunk. Ah, szerintem nem vád be.